Üdvözöllek! Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy mi ez a VPN, vagyis a virtuális magánhálózat. A virtuális magánhálózat egy számítógép hálózat fölött kiépített másik hálózat. Magán jellegét az adja, hogy a VPN-en keresztül menő adatok nem láthatók az eredeti hálózaton, mivel titkosított adatcsomagokba vannak becsomagolva. A titkosítás általánosan használt szolgáltatása a VPN-nek, de titkosítás nélkül is használható a különböző adatfolyamok elkülönítésére, vagy a hálózat logikai felépítésének egyszerűsítésére. És akkor mire lehet ezt használni? A VPN gyakran használják arra, hogy a munkatársak táborról hozzáférjenek a vállalat központ hálózatához, illetve az interneten keresztül biztonságos alagút építhető ki, a táv dolgozó számítógépe és a vállalat központjában működő VPN forgalomirányító között. A gyakorlatban viszont igen gyakran használatos egyéb célokra is, amiről itt megint van egy leírás. Előnyei a közvetlen internet használathoz képest, a saját internet szolgáltatónak nem áll rendelkezésére információ, mely oldalakat látogattam meg. Nyilvános wifi hálózat használata esetén megnehezíti az adathalászók dolgát, enélkül a dolgunk nagyon egyszerű. A meglátogatott webszerverek abból az országból érkezőnek tekintenek, ahol a szolgáltatók szervere van. Ez több szolgáltatónál választható, így a webáruházak gyakran eltérő kínálattal és árakkal jelennek meg. Van persze néhány hátránya is, az egyik a lassabb internet elérés. Azért egy jobb minőségű VPN szolgáltatás esetén, jó persze ott is lassabb, de ez a lassúság azért nem lesz számottevő. Illetve a VPN szolgáltató minden információval rendelkezik az internet használatunkról a kapcsolat időtartama alatt. Nélküle meg nyilván az internet szolgáltatónk rendelkezik ezekkel az adatokkal. Tehát az adataink az mindenképpen valakin keresztül mennek, de hogyha valamilyen okból el szeretnénk ezt rejteni az internet szolgáltatónk elől, akkor a VPN-nel erre van lehetőségünk. Illetve, hogyha netán valahol földrajzi helyzetünk alapján tiltják meg a hozzáférést az adott weboldalhoz, vagy kapunk más tartalmat, akkor azt a VPN-nel megkerülhetjük. Illetve, hogy itt a Wikipédián is írva volt, ezzel interneten keresztül is kiépíthető egy magánhálózat, és az ott átfolyó adatok azok titkosítva vannak. Tehát ezekre használható, nézzük meg akkor ezt a gyakorlatban. Valószínűleg a Netflixet azt a legtöbben ismerik, mint az látható, hogyha megnyitjuk a netflix.com-ot, perhu nélkül, akkor ez automatikusan átirányít a magyar változatra. Hát, hogy ez mennyire magyar, az a szövegekben még annyira nem látszik mondjuk. Mi van akkor, ha szeretnénk az eredeti weboldalt látni, a nem magyar változatát? Hát akkor arra nem igen van módunk, hiszen Magyarországon vagyunk legalábbis én biztosan. De a VPN-nel ez is megoldható. Méghozzá olyan módon, hogy vannak ilyen VPN szolgáltatók, többnyire fizetősek, de ingyenesek is vannak ezek között, illetve vannak olyanok, amelyek limitáltan ingyenesek. Az egyik ilyen ez a Tunnelbell nevezetű VPN szolgáltatás, ahol először is regisztrálni kellene. Itt látható a bejelentkezés jelenik meg, de hogy ide kattintunk, akkor regisztrálhatunk is. Ha megvan a regisztráció, akkor itt be kell jelentkezni, és akkor tulajdonképpen ezt használhatjuk is. De most átmegyek a Chrome-ba, mert én itt már be vagyok jelentkezve, illetve ez használható a Chrome-hoz böngésző szinten, tehát egy kiegészítőként, illetve az Opera esetén is. Először ezt a kiegészítőt nézzük meg, rákattintok ide, és utána ide a downloadra kéne kattintani. Ilyenkor átkerülünk a Chrome saját áruházába, hozzáadás, rövid egy hozzáadása, rögtön meg is jelent, itt látható. Ha erre kattintunk, akkor itt be kell majd először jelentkezni. Nekem már nem kell, mert én már be vagyok, és itt kapcsolódtam is. Itt írja, hogy kapcsolódva. Itt ezzel ki lehet kapcsolni, ezzel meg vissza ugyanúgy. Alatta van az, hogy melyik országban lévő VPN-en keresztül szeretnénk internetezni. Hát most látható, hogy az Egyesült Államok, de vannak itt egyéb lehetőségek is. Most nekem ez így jó lesz. És akkor ez így tulajdonképpen ennyi. Itt be lehet ezzel kapcsolni, meg ki is lehet kapcsolni, illetve a földrajzi helyzetet ki lehet választani. Ha most megnyitjuk azt az oldalt, hogy ipcim.info, akkor látható, hogy egy picit valóban lassabb,
de azért nem annyira veszettül lassú, és látható ország Amerikai Egyesült Államok. Ha most a Netflixet megnyitjuk, netflix.com, akkor látható, hogy már is nem irányít át a per ura. Illetve, hát maga az oldal is szemben láthatóan nem egészen ugyanaz. Tehát gyakorlatilag mi a weboldalak számára most úgy vagyunk, mint hogyha Amerikában lennénk, de hát nem ott vagyunk. Azonban Firefoxban továbbra is még Magyarországról érjük el, de hogyha letöltjük ehhez a programot, most ezeket bezárom, illetve itt ezt kikapcsolom, és előhozom megint a Tunnelware oldalát, akkor itt a downloadra kattintva egy programot is letöltetünk, hát el is indult a letöltés automatikusan, de valójában én ezt már letöltöttem, és el is indítottam. Ez így néz neki, telepítését nem nézzük meg, mert gyakorlatilag kettő darab klikkelésből áll, utána el kell indítani, ugyanúgy be kell jelentkezni, és akkor utána már is használható. Most nekem ez ki van kapcsolva, mint az látható. Ide kattintva ki tudjuk választani, hogy mely országban lévő VPN szervert szeretnénk használni. Hát lehet az Egyesült Államok, de most lehet ez a closest a legközelebbi is. Nézzük meg azzal. Ha be szeretnénk ezt kapcsolni, bekapcsolom, ide kell kattintani erre a gombra. Egy kis ideig eltart, míg kapcsolódik. Mint az látható, kapcsolódott is. És akkor innentől kezdve most már nem csak a Chrome-ban, hanem gyakorlatilag a számítógépünk szintjén, tehát akármilyen programban, hogyha internetet használunk, akkor most már nem Magyarországon vagyunk. Most akkor megnézzük megint az IP címet. ipcim.info. Németországban vagyunk jelenleg. De most megnézzük Firefoxban, akkor ott is ott kéne lennünk. Látható, hogy itt is Németországban vagyunk, a Firefoxban is. És tulajdonképpen bármilyen más programban, amiben internetet használunk, ez így lenne. Tehát tulajdonképpen ez így működik, ha csak a Chrome-ban szeretnénk internetezni VPN-en keresztül, akkor használhatjuk a kiegészítőt. Ugye itt van, be lehet kapcsolni. De hogyha esetleg más programban is, más böngészőben vagy akármiben, akkor pedig a letöltető programját kéne használni, és akkor abban kell kapcsolódni. Természetesen nem 100%-ig ingyenes, itt vannak az árak. Van ez a little, ez a free, vagyis 500 mega használható havonta. Ez különféle módokon növelhető, erről kapunk különféle tippeket, de vannak egyéb lehetőségek, erre figyelmeztet mindig. Hogyha ez nem elég, akkor 7 dollárért havonta korlátlanul használható, vagy hogyha ugyanezt szeretnénk, hogy korlátlanul használható, és ki tudjuk fizetni egy évre előre, akkor 4 dollár havonta egy hónapra levetítve. De alkalmi használatra az ingyenes igazából elég tud lenni.